Jó estét kívánok! Mindenképpen kifizettetik az adót a multinacionális cégekkel, hiába függesztett fel Brüsszel két külön adót is, mondta Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint így vagy úgy, de beszedik a pénzt. Lázár azt is mondta, a bevándorlás miatt módosítanák a BTK-t is. A kormány pedig a jövő héten ismét kiemelten foglalkozik majd a bevándorlással. A Philip Morris fog más címen fizetni. A kormány kitart az élelmiszerlánc felügyeleti díj és a dohánytermékek forgalmazását terhelő adók mellett, mondta Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bizottság sem az adónemet, hanem annak mértékét vitatta, miután korábban két cég is a testülethez fordult. Az a probléma, hogy az Európai Bizottság minden gond nélkül ezeknek az üzleti érdekeknek a képviselője Magyarországon, szemrebbenés nélkül védi a külföldi érdekeket. Azt tudjuk mondani a Spárnak és a Philip Morrisnak is, hogy ha nem ebben az adónemben, akkor majd a másikban kell fizetni. De biztos, hogy fizetniük kell. Tehát lehet az Európai Bizottsághoz menni, akkor még többet kell fizetni. A miniszter beszélt arról is, hogy Andy Vajna kaszinóiban a játékgépek miért nincsenek bekötve a Nemzeti Adó és Vámhivatal online rendszerébe. Korábban sokat bírálták emiatt a kormánybiztost. Játékadót fizetnek, és a játékadó fizetés mellett nincs blokkadási kötelezettségük, valamint a blokkadás hiányában nincs áfa fizetési kötelezettségük. Az online pénztárgép bevezetésére azért került sor, hogy a blokkadási és áfafizetési kötelezettséget ellenőrizze a kormány. A kaszinókban nincs áfafizetési kötelezettség és nincs blokkadási kötelezettség. A miniszter hozzátette, megvizsgálják, hogy ennek ellenére hogyan lehetne bekötni a kaszinókat az online ellenőrzési rendszerbe. Az viszont biztos, hogy a szolgáltató szektorban, például a fodrászoknak nem kell online kassa. Lázár János kiemelten foglalkozott az illegális bevándorlással is. Elmondta, hogy emiatt a büntető törvénykönyvet is szigorítani akarják. Az ideiglenes határzár fölállítása mellett fontos lépés lesz, hogy szeptember-októberben az országgyűléstől azt kérjük, hogy a illegális határátlépés bűncselekményként kerüljön definiálásra, és ne szabálysértésként. Szankcionálandó azt, hogyha valaki mégis megpróbálja a ideiglenes határzárat majd átlépni. Lázár János azt mondta, a keddi kormányülésen is kiemelt kérdés lesz a bevándorlás. A miniszter hozzátette, sok menekült gyerek szülők nélkül érkezik az országba, ők teljesen más elbírálás alá esnek, mert minden védelmet és ellátást megadnak nekik.